Jó reggelt kívánok, ez itt a reggelis kalapács és daytrade. Kérek egy gyors visszajelzést, hogy Zoomon, illetve YouTube-on minden oké, képpel, hanggal vagy sem. Március 15-e van, úgyhogy szokásos ne kevesebben leszünk. Gondolom sokan elutaztatok, és bele is vágnék gyorsan. Aki később nézi meg, nyilvánvaló, hogy lehet, hogy a piac már nem pont ugyanazt a képet fogja mutatni, de a mai napon csak az kereskedjen demóban, vagy akár élőszemben, bármilyen broker cégnél vagytok, aki ráér erre. Egyébként a piac érdekesen mozog. A tőzsde kockázatos dolog, a tőzsdézők 80-81%-a veszít. Tőkeáttétel, tőkeáttételes termékekkel, indexekkel, bármilyen kereskedtek devizapiacon, bizony-bizony ezekkel a kockázatokkal tisztában kell lenni. Ami majd itt elhangzik, az nem számít befektetés tanácsnak. Elemezgetjük a csártokat minden lehetséges forgatókönyvvel, és rendvonalakat rajzolgatunk, illetve néha-néha a makroadatok kapcsán pár megjegyzést szoktatok tenni ti is a cseten, illetve egy-két fundamentális hírről is beszélgetünk olykor-olykor. Ettől függetlenül több helyszínről tájékozódjatok, de én most itt az MD4-es felületemet megosztom, ha meg tudom. És áttekintjük először is, hogy a tegnapi napon mi történt. Kérdésem látszódik ez a fehér hátterű chart. Dow Jones M1-es, 1 perces chart. Köszönöm a visszajelzést. Közben valamelyik jöttök be másolta ide, hogy milyen makroadatok jöhetnek. Ezt olvassátok el. És délután 3-4 környékén, aki a chartoknál ül, akár demo, akár élő szemlen, az mindenképpen nagy mozgásokra számítson. Tegnapi napon az történt, visszatekerem inkább a reggelhez, ugye reggel volt egy ilyen kis oldalazás, de szerencsére optimista lett a hangulat. Nagyon komoly mozgások voltak egyébként az elmúlt napokban. Ez itt egy fordított válfejvel alakzat. Ez egy oldalazás követett, de szép lassan egyszer csak elindult egy emelkedő mozgás. Ha ide húzok egy vonalat, majdnem visszintes, akkor látható, hogy amikor ezt áttörtük, akkor megindult egy talán fölfele mutató trend. Itt ennél a duplajnál is be lehetett lépni, aki itt lépett be, az ugye kis stopoldott, vagy részeres követően stopoldott ki, és itt is volt egy duplaj. Igazából azt lehet erre mondani, hogy egy jó kis emelkedés indult el. Azt hozzátenném, ha valaki például ebbe a duplajba szállt be, vagy ebbe, vagy esetleg ebbe, és a stopja nem túl mélyen volt, ez talán egy ideális stop szint lett volna, vagy akár még lejjebb, az akár ki is toppolódott, mert volt egy ilyen kis fals leszúrás, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban komolyabb mozgás volt. Ezt követően visszajöttünk újra a trendvonalunk fölé, itt húztam, itt is kialakult egy duplaj, aki a long pozíciókban hitt, az akár jól is járhatott, ha jó helyen lépett be. Ennek a belépője pedig nagyjából így néz ki. Ezzel szemben, aki shortolgatott ennél a dupla csúcsnál vagy ennél, és nem kapcsolt időben, az akár veszíthetett is. Magyarul a dupla csúcs alakzatok elmaradoztak, erre egy remek példa talán ez is. Ez itt egy dupla csúcs, és a nyakvonala alatt, aki itt indított shortot, ő bizony itt kisztoppolódott, ha volt stopja, aki viszont úgy kereskedik, picit korábban lép be a sorba a szűkebb stoppal és a nyakvonal áttörésénél vagy közelítésénél már két hanadot lezár, az a parciális zárás miatt akár jól is kijöhetett ebből. Itt is elmarad a dupla csúcs, vagy egy szép duplaj, ki hogy nézi, és látható, hogy ez a trendvonal jó sokáig irányadó volt, és igazából ennek a trendvonalnak a törése adott egy egyértelmű short jelzés a daytraderek számára, aki picit kreatív, erre le lehet húzni, hogy váll, fej, váll, alakzat. Nem túl szép, de azért berajzolom.
Innentől kezdve elindult egy kis korrekció lefele. Ha valaki ezt itt behúzta, lehet, hogy jól is járt a későbbiekben, ezt nem tudom. De egy biztos, hogy amikor itt kilakult ez a dupla, és látjátok, itt belekötöttem egy picit, valószínűleg ez egy részzárt pozíció. Ha egy esőtrend alatt van egy dupla aljatok, akkor abba vagy nem nyúlunk bele, vagy pedig csak részzárással, és nagyon gyorsan a második alj környéken a kék nyilacska van. És mint B verzió ide rajzolok egy ilyen forgatókönyvet. Ha esetleg elmaradna a dupla alj, akkor bizony az következhet be, hogy esünk. Ez kötött egy fals letörés, ez is egyébként dupla alj. Ha jól nézzük, följöttünk eddig vonalig, és utána a kérdés, hogy neki megyünk az esőtrendvonalnak vagy sem, egyelőre még nem sikerült áttörni. Tehát itt is, aki nem zárt részt a long pozícióknál, az bizony bukhatott pénzt. Esőpiacon, M1-es chartról beszélgetünk most, de ez akár magasabb időségre is igaz lehet. A válfejvál után jött egy dupla top, ugye ott volt az elmaradó dupla alj, aminél itt van a short belépőtök, és itt van a cél RKB, de ez dupla top, és lehet shortolni. És ez szintén dupla top. Ilyen hangulatban azért azt lehetett sejteni, hogy lesznek napon belül azért short belépők, bár lehet, hogy bizonyos kisebb méretű bankok már túlesték magukat, és meg is fordultak, vagy meg is fordulnak. Ez ügyben azért nem foglalnék állást, mindenki figyelgesse az egyedi részvényeket, és döntsön önállóan. Amikor ezt átvittük itt fölfele, jelzem, egy dupla aljból indult ki az egész, akkor bizony már lehetett sejteni, hogy a trendvonal, az eső trendvonal törése akár egy jó belépő lehet. Azért fontos, hogy előre rajzolgassatok vonalakat, mert abból akár az is következhet, hogy egyre jobb vonalakat fogtok rajzolni, és akár eltalálhatjátok az irányt is. Vannak swing trade pozícióink, természetesen ma is, azért mert sikerült jó helyen belépni a long pozícióba. Itt már az éjszakai oldalát láthatjátok, és ha valaki úgy gondolta, hogy behúzza ide a sávtetőt is, épp nem régiben mentünk át a sávtetőn. Aki viszont jobban szereti a fals letöréseket, és picit korán ébredt hajnalba, itt volt egy jó belépő, aminek a kapcsán kialakult egy emelkedő trend. A visszatérési ponttól húzom jó laposan, és ide is be lehetett volna húzni egy első trendvonalat. Pillanat. Aztán ugye majd egyszer el fog dőlni, hogy mi az irány. Aki az emelkedő trend törésére játszott egy pár pontnyi shortot, reggel korán az jól járt, aki viszont az eső trendvonal törésénél nyomott longot, vagy ha esetleg itt visszatérünk ide, akkor ez nem más, mint az emelkedő trendvonal egy fals törés. Lehet, hogy jól járt, lehet, hogy nem. Ezek csak ilyen elképzelések, most pedig éppen egy dupla top kezd kiformálódni. Pár pontokról beszélgetünk, mindig részzárásokkal. Nézzük meg azt, hogy tegnap ugye befektetésekről volt szó este, és itt egy pár egyedi részvényt megnéztünk. Kezdjük a Microsoft-tal. Ezt én most itt becsukom. A Microsoft esetében egy H4-es chart fordított válfejvál, nyakvonala milyen fontos helyszín, nézzétek meg. Vagy a nyakvonalon is be lehet lépni, vagy a visszatesznél, amikor közelítjük a nyakvonalat, mert onnantól kezdve egy támasz lehet akár. A kérdés a következő. Itt ez a dupla top, ez el fog maradni vagy sem. Részzárt pozícióról beszélünk, a kék nyilván van a belépő. Ha ezt a vonalat átvisszük, mindkettőt átvisszük, akkor elképzelhető, hogy jövünk a csúcsig, ha nem, akkor kisztoppolódunk. Ugyanezek az elvek, amiket skalpolásnál nézegetünk, akár hosszú távon is néha érvényesek lehetnek, ez sem befektetési tanács. Ezt napi idősíkon nézzetek, kitörés visszatesznél a trendvonal között, és ismét lehet egy indokolt belépő. De bármikor jöhet ki olyan hír, ugye, ami a részvénypiacokon esést okozhat, ezt láttuk a napokban. Egyébként itt is volt egy vál, fejvál, egy fordított, ami elmaradt. Tehát itt, aki nem zár részeket,
pont ezeknél a ferde vonalaknál, akkor bizony-bizony kisztoppolódott és azzal bukott, és a részzárás összege százalékos aránya mindig legyen lehetőleg legnagyobb. Volt tegnap este ilyen skalp próbálkozás is, amikor a chart közelítette a dupla aljat. Most ezt nem húzom arra, de higgyétek, hogy dupla aljszerűség volt, akkor egyszer kisztoppolódtam, majd egy nagyobb lottal visszavettem, és részzártam. Igazából, de lehet, hogy teljeset kidobtam, nem tudom, de lehet, hogy megnézzük, hogy van-e nekünk most pozíciónk, lehet, hogy maradék kisztoppolód, de egy biztos, hogy összességében ezek a trédek talán nem voltak annyira rosszak. Ha valaki M1-es csárton, részvénypiacon mondjuk a fals letöréseket szereti, itt is volt egy picike day trade. Aki részvény CFD-ket sortolna, itt is vannak dupla toppok. Én nem javaslom a részvény CFD-k sortolását, ezt csak azért mondom, hogy nem csak indexekkel lehet kereskedni, hanem akár részvényekkel is. Látható egyébként, hogy M15-ös csárton mondjuk idehúzott volna egy ferde vonalat, és itt belép, az akár jól is járhat. De mindig részzárás, mert olyan piacon vagyunk, ami bármelyik pillanatban elindulhat első irányban is. Tesla. Tesla-nál itt van egy ilyen dupla ajszerűség, megnézzük ezt M15-ön. Ez nem más, mint egy eső trendvonal közelítése vagy törése, fals letöréssel kombinálva. Tehát gyakorlatilag bármilyen idősíkon nézegetjük a csártokat. Nem mondom, hogy bármilyen instrumentumnál, akár mindig lehet tipikus belépőket felismerni. Például, ha ez itt egy dupla top, szerűség lenne, ami elmaradó dupla top lesz, ha a nyakon alatt kialakul egy fals letörés, tehát ez itt, akkor innen lehet indítani a longot, kivéve amikor nem, és parciális zárás. Itt nyilván a stopot már lehetne nullávózni, ezzel ezt nem tettem meg, nagyjából mindegy is. Amazon. Itt abban bíztam, hogy talán-talán elindulhat valami fölfele. Egyelőre a stop távol van, ezt lehetne módosítani. De itt még azért nem, sőt, sehol nem egyértelmű az irány. Talán ebből kialakult egy fordított válfejvál. De ez sok mindennek kéne történnie. És picike pozíciók vannak magas készpénzarányjal, ugye ezek CFD-k igazából, tőkeáttétet szinte nem is használunk, ha úgy nézzük. Meg lehet venni ezeket különböző brókercégek különböző számlatípusain, akár a fizikai részvényt is. Nem fizikai, de materializált, de most tök mindegy. Az a kérdés, hogy ez a H4-es válfejben, amit itt látunk, ez elmarad-e vagy nem? Ha elmarad, akkor szerencsém volt, ha nem, akkor fogunk stoppolni és bukunk x dollárt. Ez ebbe a számlaméletbe beleférhet akár. Mondtam, hogy gázzal ne kereskedjetek. Per pillanat ugye úgy néz ki a történet. A H1-re kapcsolunk. Itt volt a fordított válfej válunk. És aki itt nem szállt ki, és longban volt, az most azért picikét izgul. A részzárás mindenképpen indokolt volt itt, magasabb idősíkon nézve. Ez pedig még mindig egy short trend. Mikor fordul, azt nem tudjuk, de egy biztos, hogy nem annyira egyszerű a helyzet. Most ha megnézzük az S&P 500-at, igazából azokat mutogatom, hogy itt volt még egy dupla belépő, itt volt egy fals letöréses belépő, ez egy fordított válfej vál. Ez egy dupla top, aminél, hogyha a nyakvonalnál nem zártok részt, akkor kisztoppoltok, tehát elmaradó dupla top. És alapvetően az M15-ön törtük ezt az eső trendvonalat. H1. H1-en, ha ez nem lesz dupla top, akkor ez az ellenállás, aminek neki menjünk először, aztán megnézhetjük ezt. Vagy B verziója jövünk ide, és a két ferde vonal valamelyikéig. H4. Mindjárt semleges, szerintem. És itt vagyunk a D1-nél, napi idősig. Volt egy eső trendünk, ugye itt megfordult, és most van egy válfejvászerű alakzatunk. Kérdése, hogyan tovább. Ezeket mindig mérlegeljétek, akár részvényvásárláson törték a fejeteket, akár ezekkel a termékekkel létrédeltek, hogy milyen forgatókönyvek lehetségesek. Ezeket tegnap is elmondtam nagyjából így, aki nem látta, az nézze meg az estét.
Bitcoin, itt még ugye tartozunk egy elemzéssel. Itt ugye azt mondtuk, hogy el kéne adni, akinek van. Itt a fals letörésnél, aki bátor volt, az belevett, dupla egyébként, vagy esetleg itt. És itt is ugye tegnap én beszélgettem olyanokkal, akiknek van bitcoinjuk, mondták, hogy majd elmegy 28.000-ig, meg ilyesmi, ami még nem következett be. És arra felhívnám a figyelmet, hogy a parcélzárás itt mindenképpen indokolt volt, mert amikor van egy ekkora kitörés, talán tegnap mondtam, vagy reggel, vagy este, de nem akarok hülyeséget mondani, itt fals kitörési alakulhat akár. Ettől függetlenül én szurkolok annak, akinek van bitcoinja, ez egy elmaradó dupla top D1-en, hogy minél jobb eredményt érjen el, ez meg akár lehet fordított válfejvál is. De őszintén szóval fogalmam sincs, hogy ez merre fog menni. Amikor eladásról beszélgettünk, illetve azt érzékeltettük, hogy picit túl sokat ment, az jókor volt akár, most pedig aki 20 ezer alatt bemert szállni, vagy 21 ezer környékén, az már jól is jártott. Kérdés, ahogyan tovább. Erről most nem tudok véleményt mondani igazából. De annak örülök, hogy akinek van ilyenje, az akár nyert. Nézzük meg a Zoomot, ha már ez egy Zoom webinárium. A belépőnek nincs semmilyen indoka, csak az, hogy a támasz közel van. Egyelőre ez még egy esőtrend, vagy esőtrendet követő oldalazás. Euró-dollár M1. Gyorsan ránézünk. Aki úgy gondolta, hogy itt hajnalban túl sok volt az emelkedés, az már jól is járhatott. Ettől függetlenül most talán itt kialakul egy dupla alj, ezt ne kössétek be semmiképpen, vagy pedig tovább folytatódik az esés. M15. Itt látható, hogy a korábban berajzolt szinteket mindet elértük. Magasabb szinteket nem is rajzoltam, talán H1-en majd látszódik. Sokat mentünk. Itt volt egy dupla alj belépő. Előtte volt egy dupla alj, amiből ugye, ha nem szálltak ki időben azok, akiknek nem szimpatikus a részzárás, bizony kisztoppoltak, és nélkülük ment a piac fölfele. Sortosok kedvéért volt H1-es dupla top is bőven. H1-en pedig van egy elmaradó dupla top. Ide be kéne húzni egy ferde vonalat. Majd kiderül, hogy hogyan tovább euró dollár. Makroadatokra figyelni, ez még akár egy dupla topot követő fals kitörés is lehet, de hogyha csak eddig jövünk le, az még nem nagy baj, alatt találhatjátok a támaszokat, ha pedig neki megyünk a mostani csúcsnak, akkor a magasabb idősikon kell nézni, hogy meddig mehetünk el. Most ezeket itt törlöm, és azért figyelendő, hogy H4-en ebből ne legyen dupla top. De szerencsére a nagyon nagy méretű euró esés per pillanat véget ért, de ettől függetlenül már nagyon figyelendő, hogy a tőzsdei hangulat az hogyan alakul. Eurhuf. Én itt úgy döntöttem, hogy eddig és nem tovább, és egy-egy kis stop után újra sortoltam az Eurhufot, vagy bejön, vagy nem jeligére. Gondolom erre kérdezett rá Feri. Én forint erősödés párti vagyok, de ebből még lehet egy fordított válfejvár is. Ezt a szintet ne vigyük át. És ha idehúznék egy ferdét, amit most nem teszek meg, mintha pont idáig jöttünk volna föl. Szerintem erősödés lehet, de ez nem befektetési tanács. Ilyenre nyilván nem látok rá, hogy Amerikában, hogyha mondjuk egy másik bankról kiderül valami turpisság, akkor az milyen hatással lesz a forintra. Az MNB egyébként azt kommunikált, és több európai központi bank is szerintem, meg amerikai is megszólalt az ügyben, hogy ez egy picit túlzott volt, nem olvastam mindegyik kommentet, és sok mindenki sok mindent meg fog tenni azért, hogy újra szép legyen a világ. Más kérdés, a kamatcsökkentések mikor jönnek el, más kérdés, az inflációval mi lesz, meddig muszáj ilyen magasan tartani, vagy akár emelni a kamatokat különböző jegybankokba, jegybankok esetében, stb. DAX M5, ez itt egy dupla aj, már mint ez itt a végén, nem más, mint egy elmaradó dupla top. Mutatom, ha ez itt dupla top lett volna, akkor de jó lett volna sortolni,
azonban fals letörés alakult ki a nyakon alatt, úgyhogy hajrá long. Ez ugye M1-en így néz ki, ez is egy pici dupla top, rajzolom nektek, tehát itt a multi-time frame elemzés, meg ugye a szerencse is szerepet játszik abban, hogy néha lehet jó belépőket találni a chartokon, rövidebb idősíkokon is. Itt a fals letörés látjátok. Oké. Okay. Most ilyen kicsikét chart elemzősebbre vettük a hangulatot. Hát igazából azt tudom mondani, volt egy jó kis esés, itt egy dupla ajnába lehetett próbálkozni a részzárásokkal. Utána, aki ennél a dupla topnál sortolt, kirázták, de utána újra lehetett sortolni a fals kitöréses dupla topnál. Majd a végén, ezen az idősíkon egy fals letöréssel búcsúztunk az eséstől, itt meg egy elmaradó dupla top van. Tehát akik úgy döntöttek, hogy egyébként ez egy fordított válfejvál is lehetne, most már a longot keresik, például itt van egy dupla, ők jól járhattak akár. Kérdés az az, hogyha idehúzok egy ferde vonalat, első kérdés oda tudom húzni, akkor ezzel mi lesz? Átvisszük-e vagy sem? Picit lejjebb kéne rakni. Vagy pedig inkább kivárni jelen helyzetben. Nasdaq M15. Itt is érdekes a helyzet. Volt egy dupla aj, aki itt belépett részzárás mindenképpen, aki a dupla topnál ennél itt shortolt, és a nyakvonalon, tehát itt nem zárt részt az megszívta. Ez itt egy dupla top, itt is be lehet lépni a shortba. Ez pedig egy dupla aj stopját kiütő fals letörés, ami egy picike fordított válfejvel lehetne mondjuk M5-ön, utána pedig egy elmaradó dupla top, tehát eléggé hasonlítanak itt az indexek, és volt egy-két jó ütemű belépő, szerencsésen elhelyezett stoppokkal, daytradek, swingtradek, stb. És most itt tartunk. Kérdése, hogyan tovább? Ezt megnézzük M5-ön. Az utolsó egy-két trédnél, ahogy közelítjük a támaszt, meg lehetett venni kellő biztonsággal, és szerencsém volt, hogy ebben a leszúrásban a stoppok túlélték a dolgot, de erre jó a swing trade, amikor egy kicsi a lot, vagy a daytrade, a scalp, az érzelés után, akkor akár, ha 0-10 marad, vagy ilyesmi, és meritek picikét tágítani a stopot, úgyhogy az elrakott profitot már ne vigye el a kistop, akkor akár benne lehet maradni a pozícióba. Ez is lehet egy-egy trükk. Dow Jones M5. Hát ha itt más a kép, fordított válfej vál van, vagy pedig visszateszteljük ezt a vonalat, vagy pedig elmaradó dupla top. És ha ezt a szintet is berajzolom, picikét kaotikus a képernyő. Látjátok, hogy a szint közelítések is jó belépők, ez pedig egy fals letörés, egy dupla ajnak a második tagja. Igazából itt lehetett szemezgetni egy-két jó vagy rossz trédet. Oldalazás van, menjünk át a Nasdaqra, ugyanaz, menjünk át a DAX-ra. Hát, ma inkább ünnepeljetek, én azt mondom, aki teheti, és szokásos forgatókönyv, euró-dollár csártot érdemes figyelgetni, jó lenne, ha megindul a fölfel, de most mindegy, ezt egy csúszósztoppal intézzük, ha ez megindulna fölfele, akkor annak úgy kéne történnie, hogy a letörési szinthez, vagy akár ide is húzhatok egy ilyen ferde vonalat. Ha ezt átvittük, akkor ez tök jó. Ez még korai, hogy itt most kereskedjünk. Aki akar kereskedni, ma az nézzen vissza 8-8-39 óra környékén, vagy fél 3-4 környékén. De akinek olyan szerencsém, hogy olyan jel, akik aránylag jó idő van, inkább kirándulgasson ma, vagy csináljon egy hosszú hétvégét, aki tud.
Picikét elég az izgalmakból. Nagyjából amit itt most én tudok csinálni, az az, hogy elkezdek részzárogatni. Csak picikéket, mert én még bízom a további emelkedésben. De én múltkor is hibáztam, mert bíztam a további emelkedésben. Ezért most mindegyikből zárogatok, most ezt nem akarom végigzongorázni. És a távolabbi egy-két napos trédekből is picikét csökkentek. Így már, ha minden pozícióm kisztoppolik, akkor sincs komoly probléma. Nagyjából ennyit akartam mondani, van-e kérdés? Holnap is lesz hír. Ugye arra figyeljetek, hogy óraállítás lesz nem sokára. Tehát, hogyha mondjuk valaki itt fél három, fél négyhez, meg énekhez van hozzászokva, akkor ki az, aki megfigyelte, hogy most mostanában mi a helyzet? Szokott ilyen lenni, én most ezt nem figyelem, de ezt be lehet állítani, hogyha valaki olyan oldalakat nézeget, hogy ilyen hírfigyelő oldalakat, az időzónák alapján azt meg lehet csinálni, mondjuk amerikai idő szerint, magyar idő szerint, stb. Oletájszás az nem sokára lesz, ugye? Vagy én hülye vagyok? Valaki írja be Google-be. Olyankor szokott lenni olyan történet, hogy nem mindig figyeljük ezt a dolgot. Április utolsó vasárnap, akkor ezt elnéztem. Mindegy. Ami a lényeg, valaki szerint jövő hét végén. Na mindegy. Csak mert itt valaki írogatta, de lehet, hogy tévedek följebb, hogy fél kettőkor is vannak hírek. És ugye általában fél háromkor szoktak lenni hírek, de itt valaki fél kettőt írt. Hogyha ez így van, nézzétek meg. Én annyit szoktam csinálni, megnézem, mik a pirosbetűs hírek egy vagy kettő adott weboldalon, és ott oda van írva, hogy ez hány órakor van. De ami szinte biztos, hogy jó, ha valaki csak fél négykor ül lekereskedni, az amerikai tőzsdenyitáskor, akkor Amerikában már nyári van, azt írjátok. Ennek nézzetek utána, legyen egy kis házi feladat. Szokott ilyen lenni néha-néha, de lehet, hogy rosszak az emlékeim. Minden esetre délután figyeljétek a csártokat, és ha délután hevesebb mozgások vannak a hírek környékén, tőzsdenyítás környékén, látjátok egymás irományait? Ez itt az időzónákban egy kis kommunikáció alakult ki. Ezt vegyétek figyelembe. Tehát ha valaki fél kettőt írt, és a fél kettő az fél kettő, akkor az lehet, hogy ezért is van, mert amúgy fél három lenne, de ez nem biztos. Nézzetek utána, én ma nem ezzel foglalkozom, az biztos. És azért vannak itt ilyen mozgások délután, mert egy picikét nem mindenki látszódik, azt mondjátok. Cseten, na mindegy. Ami a lényeg, délután vigyázni, illetve, mivel hamarosan nyit a DAX, arra is figyeljetek, hogyha itt elindul a reggeli mozgás, az például, hogy elmaradó duplatok lehet, vagy zászló, lehet, hogy eljövünk akár ide. Azzal kalkuljátok, amikor egy picit beindul a piac, itt van egy támaszszint, akkor akár jöhetnek furcsa dolgok, és amikor nagyobb a volatilitás, nagyobb a mozgás, akkor kisebb a lot, és picit nagyobb a stop távolság, de a lot sokkal kisebb. Ez egy megfigyelés. De ezekben a látjátok? Kalendáriumokban lehet látni az órákat, és amikor örömünnep van, a DAX vezérletével megindultunk fölfele, ez lehetett volna egy jó belépő, és már itt is vagyunk a célárnál, ahol lehetne 2/3-3/4-et zárni.
De egyébként ez adóban is korreláló termékek megfogalmazódott, hogy akár ideig eljöttünk, ez egy dupla csúcsa, vagy akár ideig is eljöttünk, vagy csak ennek a dupla a csúcsáig, vagy sokkal följebb. Ezek a lehetséges forgatókönyvek. Az eurodollárnál sajnos valószínűleg itt már csúszóstoppal rendeződött az ügyünk. Mindegy, nem volt ez egy jó trade. És hogyha ezt egy lottal valaki megnyomja, az 25 dollár, az egy nem rossz pénz. Ennyi idő alatt, de nyilván a Dow Jones, meg a Nasdaq, meg a DAX, a fölfele körben egy pár pontra ez jó lett volna. Ha most nagyon akarnánk okoskodni, megint zárnánk egy 0-10-et a DAX-ból, és a többi, és a többi. És amikor az európai piacok beindulnak, 8 óra, 8 óra, 39 óra, akkor lehet az ilyen mozgásokból vagy profitálni, vagy bukni. Hosszú távú részvényvételeknek még nem biztosítva az ideje, de nem biztos, hogy nem lehet találni olyan részvényeket. Kis részvényarány, magas készpénzarány, amiknél esetleg lehet profitábilis belépőket is találni. Gyors USD japán jen, volt egy ilyen vonalkánk, itt van egy falsletörés. Lehet, hogy ez egy jó jel a longoknak, lehet, hogy nem. És ide is lehet húzni egy ilyen vonalat, meg próbálok párhuzamosat húzni. Nagyjából ennyit tudtam mondani. Az indexek pár pontos örömünnepe eddig tartott. Később nézegessétek a csártokat. És ami a legfontosabb, hogy aki nem látta a tegnap estét, nem biztos, hogy megéri megnézni, de próbálja megnézni, mert ott lehet, hogy másabb szemlélettel beszélgettünk. Nem biztos, de egy biztos, hogy részvénypiacon is lesz majd valamikor valami. De én azt gondolom, hogy részvényportfólia van ott az euró árfolyamával, vagy USD árfolyamával is van mind gondolkodnia. Erről is beszéltünk tegnap. Aki esetleg részvényportfóliót hedge-el, még adott esetben magasabbról dó, vagy S&P shortokkal, az sem biztos, hogy rossz dolog. És ott is picike darabszám, részzárások, stb. De így viszont nem lehet nagyot nyerni, viszont van egy jó előnye ennek, nem lehet nagyot bukni, ha valaki ügyes. És mivel volt is a piac, ezért az óvatosságot erőltetném. Sziasztok!